Sziasztok, ez itt a Hászektor legújabb adása, én Molnár Szjárd vagyok. Mai vendégünk Terencsény István, korábbi kollégánk, kiváló fotóriporter, aki a Nemzeti Szövetség, Úszó Szövetség megbízásából Pázs Olimpián dolgozott. Szia István! Szerusz, és üdvözlök mindenkit! Mennyire vagy fáradt? Kezdjük ezzel! <laughs> Eléggé, azért elég megterhelő, így, hogy három héten keresztül én minden egyes nap dolgoztam, amíg kint tartózkodtam, nyilván ezt, ezt még egy jó pár nap lesz, még, még kihéverem. Hanyadik olimpiád volt már ez egyébként? Sőt, inkább beszéljünk világe ugye, mert hogy már összefolyik amúgy az évek folyamán? Hát összefolyik, ez négy olimpián voltam, körülbelül kilenc világbajnokságon voltam, ami vizes sportokat rit. de és még meg annyi más eseményen. Akkor van már rutinod, hogy, hogy egy fotóriporter hogy készül egy ilyen óriási, monumentális eseményre, multisport eseményre? Hál' Istennek, mondjuk most egy olyan esemény, helyszíne volt, ahol mondjuk bármit mert, mert tudtam volna szerezni, hogyha ami itthon marad, de nyilván egy nap, amíg én fejben végig gondolom azt, hogy, a, hogy mindenből vagy duplán vigyek, hogyha bármi történik, akkor én azt uh, tudjam korrigálni. Említetted, hogy a World, a nem, az nemzetközi utószövetség megbízásából voltál kint Párizsban, milyen versenyeket fotóztál? Hát nekem elsősorban az úszás, vízirabda, nyílt vízi úszás, diving, ez a toronyugrás és az artistic swimming mi volt, tehát az összes vizes sportágot. Hogy lehet ezt megtervezni? Hogy, hogy telik egy napod ilyenkor egyébként? Hát nem én tervezem, mi van egy főnököm ott is, aki ilyen behozt, hogy hova kell mennem, de egyébként sokkal könnyebb volt, mint az elmúlt olimpiákon a munkám most. Igen? Egy kicsit ezt tudnád érzékeltetni, hogy még mennyivel volt ez most egyébként jobb vagy másabb, mint a korábbi események? Persze, hát itt csak ezzel kellett foglalkoznom, csak a vizesportokkal, mint ez az előtt én rohangáltam a magyar sikerek után egy egyik, egyik helyszínről a másikra, és azért itt is nekem mondjuk két húszadában történtek az események, és a között is egy óra volt az utazás. Reggel délelőtt elkezdtem mondjuk az úszást, utána át, átronttam az első étem vízilabdára, ott megcsináltam két meccset, utána beestem az esti döntőkre. Ez ilyenkor hogy kell elképzelni? Tehát, hogy te magadnak oldod meg az utazást is például, vagy pedig ezért ebbe kap segítséget? Itt nem kapok segítséget, mert mondjuk egy világbajnokságon biztosítják nekem azt, hogy legyen külön autóm és a sofőrrel, aki engem szállítgat. Itt tömegközlekedéssel kellett megoldanom, de egyébként is úgy volt kialakítva itt az olimpián, hogy mindig van az MPC, ez a Main Press Center, ahonnan a külső helyszínekre megy kibúz, de oda is be kell érned egyik helyről. Hat használhatod azt is, de Párizs egy különlegesen jó helyszín volt ilyen a szempontból, hogy a, a tömegközlekedés annyira sűrű, tehát minden utcában körülbelül fel tudsz szállni egy metróra, és jó a csatlakozása. percre pontosan érkeznek a, a szerelmények, tehát nagyon könnyen is tudtunk utazni. A Málci felosztója voltak ilyen félelmek korábban, amikor a olimpia előtt, hogy esetleg mennyire biztonságos a közlekedés, a töm pázsi tömegközlekedésre tapasztaltál valami kiugrót vagy furcsát? Én nem tapasztaltam semmit, és félelembe se kellett élnem él sehol se, hogy a felszerelésemmel mászkálok, mivel minden metró megállónál vagy fegyveres katonák voltak beöltözve, vagy, vagy rendőrök, de mindenhol. Rengeteg, általában valami 20 ezer, vagy még, még annál is több rendőrt hívtak be pluszba Párizsba. Tehát nagyon nagy volt a biztonságérzet. Mm. És egyébként hogy láttad, hogy a párizsi emberek ezek mennyire, mennyire tudtak az olimpiával azonosulni, vagy egyáltalán helyi emberek voltak, vagy főleg turisták láthatólag, akik ezek az eseményekre érkeztek? rengeteg helyi volt szerintem, mivel akik mondjuk megvették előre a jegyeket mondjuk a döntőkre, bármire volt, hogy elkezdtek álléblőzni, ami náluk ez a Igen. nemzeti régmus minden sporteseményen. Hát én nem, meg se gondoltam volna egyébként, hogy egy nyílt úszáson több, több, tíze, több mint tízezer ember lesz. Akkor egy világbajnokságon ötszázezer és ezer ember szokott kimenni. Egy nyílt úszáson is több mint tízezer ember. Vagy csak nézem, ahol a, az érmesek felvonulnak. A, volt egy ilyen park, hol, Ott a... el, tehát, hát, olyan hangulat volt, hogy én ilyet még nem láttam. És gyönyörű helyszíneken. Tehát csodálatos volt. Ez akkor téged is magaddal tud ragadni? Tudsz egy picit erre koncentrálni a munkák közben, vagy pedig inkább ez utazásos során tudtál ezeket érzékelni, meg a versenyek végén, vagy előtt? Hát volt azért annyi szabad időm, tehát verseny után azért szét tudtam nézni, meg, hát ott voltam a helyszíneken, tehát vagy elmentem mellette, tehát persze észleltem. Tehát tényleg csodálatos volt. Ö, szerintem, akik téged is meg pontosan tudják, hogy nagyon igényes vagy a munkádra, és szeretsz időben kijelni mindenhova. Itt voltak ebből gondok, vagy mindig meg tudtad oldani azt, hogy ott legyél, és a jó helyeket, jó helyeket azért ki tud annak nézni? Nagyon nem kellett kinéznem, mert kiváltságos helyzetben is voltam, mert közte lehettem. Van, van az ilyen, hogy úgynevezett púlfotós, aki a legjobb helyekre tud menni. Én én kiváltságos voltam ilyen szempontból, mert az a szövetség, akinek dolgozok, tehát ők, ők szervezték itt a, a maga szakmai részét, nekünk is jár ugyanúgy ez, mint a legnagyobb itt, mint a Getty Vinci, Reuters, AP, AFP, és akkor utána a szakági fotós is ott lehet. Tehát nekem ez egy hatalmas élmény, vagyis álmom is teljesült, hogy bentről hallhattam kétszer is a magyar himnuszt úgy, hogy előttem volt a sportoló, és mivel jó a kapcsolatom velük, ezért mondjuk nekem is pózoltak bent. Ez szakmámban úgy mondhatom, a csúcsa is most. Ah, kicsit beszélj már akkor elő, ugye, hát volt egy mém, ugye, hogy Mirá Kristóf nem áll ah, meg senkinek, az újságíróknak, Igen. és akkor mit csak, tudod, csak, én? a, csak a magyar médiának. Igen, ezt elküldte nekem egy francia fotós Instagramon, hogy nézzem már meg, hogy mit raktak ki. És tényleg azt néztem, hogy Kristóf sétál le. És akkor oda szóltam neki, hogy é Kristóf, és felém fordult, felemelte az mert mosolygott hozzá, és ment tovább. <laughs> Nyilván ez, ez, ez jó lesik az embernek, meg, meg Ugye egyébként törekedned kell arra, mint az úszó szövetség hivatalos fotósaként, hogy azért jó kapcsolatban legyen az úszókkal, meg is kell őket. Egy kicsit légy szíves, így avasd az olvasókat, hogy például az úszásnál, vagy akár vízilabdánál, hogy tud elkészülni a jókép? Mi az, akire, mire, amire feltelenül figyelni kell? Hát, hogyha most szakmai részét nézem, akkor nekem ismernem kell az adott sportolónak minden egyes mozdulatát, hogy mit, hogy csinál vízilabdánál, meg például jeleket kell látnom, hogy a center, hogy jelez egymásnak, hogy jeleznek nekem. Hamarabb rajta kell lennem a következő emberen, hogy, hogy a labda még ne essen hanem ott legyen pont az arc előtt, vagy a kezébe. Nyilván ez szakmai felkészültség. A többi a kapcsolatok része pedig a sok, sok éves utazások, együtt töltött idők, versenyek alatt alakul ki, vagy alakult ki sose éltem vissza azzal a helyzetemmel, hogy mondjuk ott lehetek mellettük. Tudom azt, amikor le kell lépnem, amikor nem kell abba az összpontosításban nekem zavarnom. Nyilván most már a technika is annyira fejlődött, hogy, hogy nem, fog, nem kattog a gépen mondjuk a last call amikor az az utolsó pillanat, honnan bemennek úszni. Ez így könnyebbség, de hát egymásért is vagyunk, én úgy érzem. Tehát ebbe a világba én, én adom nekik azt, hogy vannak posztolni való képeik, olyanok, ők pedig azt, hogy megtűrnek maguk mellett, és ott lehetek. Hát ugye, mint a laszkorúm, tehát gyakorlatilag akkor te az uszodán belül így teljesen szabadon, az étesítményen, hogy teljesen szabadon azok. Itt az olimpián nem, mert itt azért sokkal több a szabály, meg nagyon kell figyelni a tévére. Tehát, hogy én egy pillanatig se zavarjam a 62 kamerából valamelyiket. Nem, hát ugyanúgy ugyanazok a szabályok vonatkoznak rám, mint az úgynevezett pilófotósokra. Említetted ugye, hogy a két... De, de egy világbajnokságon ott szó, például a szabad kezem van. De ott, ott senki nem szól hozzám. Nem baj. Említetted, hogy ugye két, két magyar olimpiai aranyérmet is volt lehetőséged megfotózni. Hát többet. Kettő, bocsánat, kezdjük újra, ezt még Hát öt érmet fényképeztem. Igen, igen, hogy hát, <coughs> igen, öt, öt magyar érmet fényképeztem, mm. ez a kérdés, hogy, hát, hogy abban mi esetben majd feltenni, hogy említett, hogy öt, öt, magyar érmet is tudtál mm. fotózni, hogy Melyik, melyik volt ezek közül számodra a legkellemesebb meglepetés, vagy a leg, leginkább aminek körültél, mm -hmm. illetve Morán közére ismét élémi már kiléci jó, jó. Ugye volt lehetőséget öt magyar uh, úszójelmet is fotózni az olimpián. Melyik volt számodra a legkedvesebb, vagy a vagy esetleg a legváratlanabb? Leg, leg, uh, hát mi, mindegyik egyébként uh, kedves a szívemnek, de ami a leg. leg... Nagyobb meglepetés volt, de titkon azért bíztunk benne én is, meg, meg a kollégáim is, hogy a 10 kilométeres férfi nyíltvízi úszáson a Rasovszki Kristóf mellé be fog érni Betlehem Dávid is. És tényleg az utolsó száz méteren belül verte meg el az ellenfelét. Az nagy, hatalmas érzelmek voltak. Be, benne belőlem is sok érzelem kifakadt, hogy, hogy láthattam ezt, és hogy a Négy éves munkának meg lett az eredménye, meg ez a két fiú is nagyon közel áll hozzám, és ez hatalmas élmény volt, azt így, így végiglátnom, hogy Kristóf beérkezett, nem örült még, megvárta Dávidot, újongott, neki, Dávid felemelt a Kristóf kezét, együtt kijöttek, akkor hát ez a, mint a török sportlövőnek elhíresült mozdulata, amit számos sportoló megmutatott ők is beálltak, és ugye pont a kamerámba lőttek. Tehát ez, ez, nekem nagy élmény volt, hogy látszik, hogy ott ezt nekem, nekem is csinálják. Egyébként ez meg volt a közvet, olimpiai közvetítésben is látszottam, hogy tehát uh, Nyilván, aki ismert téged, szerintem azért mindenki próbált egy picit a közvetésekbe keresni az ismerősöket téged is. Hogy De nem volt nehéz, egy rózsaszín felsőben végig. Mennyire volt. most te markoztassunk el a szintől, de azért ugye az, az a rózsaszín. nem, színt, nem tudtam el volna elképzelni ráig magamat, hogy én felveszek egy rózsaszín pólót, de azért annyira ismernek az emberek. Hogy... de ugye az a, az a rózsaszín szín hozta azt a lehetőséget, hogy te azért, ahogy úgy ki, úgymond kiváltságos voltál. Igen, tehát... igen, igen, ez... igen. Gondolom, hogyha elétettek volna mondjuk négy szín Négy különböző színű, mert én akkor nem elsőre a rózsaszínt szint választott. <laughs> <laughs> nem baj az, hát az a lényeg egyébként a munka nyilván a külföldi, ö, érmesek, vagy a külföldi versenyzők közé melyik volt számodra, aki aki, úgymond eset közel áll hozzád, vagy, vagy a, a legkelevesebb meglepetés, ugye mint a. Rosszont. Nyilván Már az egy hatalmas élmény volt mind a négy úszását végignézni élőben. So, sok úszóval egyébként már így közelebbi a kapcsolata. Tudtam azt, hogy Cserlökló Ló például vissza fog von, 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 Ő is közel áll a szívemhez, mert ő, őt is nagyon régóta ismer. Tényleg az, hogy ilyen történelmi pillanatoknál ott lehettem, ez, ez, ez a nagy élmény. Ami majd hetek múlva majd elő fog jönni belőlem. több olimpiád volt már. A Tokyo ugye három évvel ezelőtt kicsit furcsa volt a Covid miatt. Ez a Párizsi, ahhoz összehasonlítva a hangulattal, de nem csak, ugye említetted már, hogy már na, na versenyeknek a versenyeknek övező milliót, de a például, hogy ilyesmi magában az egész rendezvény össze lehetett hasonlítani ezt a kettőt? Nem, egyik első szerintem. Ez egy igazi olimpia. Ez az olimpia szerintem, amikor így Európában rendeznek. Gondolom, Ilyen lesz Los Angelesben is, mert azért tényleg az is egy olyan közeg, ahol az emberek nagyon, nagyon szeretik a sportot. Ez fenomenális érzés volt, hogy mindenhol telt ház volt. A reggel 9 órás vízilabda mérkőzés, és azt kell tudni, hogy ez a, a La Defense arénában, a, tehát az már második héten beköltöztek oda a vízilabdázók, reggel 9-kor 18 ezer ember volt. Az egy 40 ezres csarnoknak a fele volt leválasztva, és egy épített medencével működött. De 18 ezer ember ott újonott reggel 9-kor is, és este 21 órakor is. Ez, ilyen hangulatot csak a Margit szigeten láttam. Még sehol máshol pedig nagyon sok éve járok azért már vizes eseményekre. És mindenhol. Több tízezer ember volt az utcán az emberek újongtak, de, 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 rengeteg segítő dolgozott, tehát hogy kijöttél már a metróból, ott már izé, irányították az utadat, tudtad, hol mentél. Pikpak ment az embereknek a, a segítése ahhoz, hogy gyorsan bejussanak a stadionba, és körülbelül 5 perc alatt ki is tudták üríteni egy ilyen 18 ezeres Nagyon profi. Nagyon profi, volt. Említetted reggel 9-től este 21 óra. Mennyi dolgoztál? Reggeltől estig. Jó volt, volt, hogy két óra szünet volt, de akkor arra volt idő, hogy mondjuk kiszaladjál meg ebédeért és visszamenjél. De ez már szoktam, tehát nem, nem, probléma, meg tölt, tehát nem úgy fáradok el, inkább agyilag fáradok el, fizikailag nem szoktam. Amúgy volt lehetőséget szétnézni Párizsba, tehát mondjuk esetleg ilyen idézélve turistáskornod? Volt, volt. Hát szerencsére úgy jött haza a gépem is, hogy még egy napot rá tudtam húzni verseny után, meg, meg közben azért esténként úgy az ember fajtott úgy van a megközlekedés, hogy hajnal kettő, is tudsz közlekedni. Mm. Ez egy olyan város, és akkor persze nyilván azokat az olimpiai jelképeket, amiket meg kell nézni, mint a láng, a, akkor a jelen esetben az Eiffel-torony, ezeket mind. Amikor vége egy ilyen eseménynek van benned, egyfajta ilyen kiégés, vagy üresség, nem tudom. Van, van, van. Most is teljesen üresnek érzem magam. Nyilván azért egy három hét alatt az ember úgy már akklimatizálódik a helyszínhez, és berögzülnek a napi rutinok. Most, ilyenkor, egy ekkora verseny után üresnek érzed magad, de ez teljesen normális, mert minden nap... A topon kellett lenni, utána hazajössz, és teljesen más dolgokkal kezdesz el foglalkozni. De tudom, hogy ez egy pár nap múlva, hogy nézem vissza a közvetítéseket, mivel másképp látom, és ezért szeretném úgy is látni, ahogy a tévében volt, akkor az, az egy hatalmas fellendülés lesz bennem, hogy jé, én ott is voltam, és láttam ezt élőben.